Sziasztok, Kovács Bog vagyok, itt vagyok a Zöld Mendék állatmenhelyen, ahol Sági Barbarával beszélgetünk az örökbefogadás előnyeiről és hátrányairól. Hogyan megy itt a örökbefogadás? Hát először is miért megismerkedünk az örökbefogadó gazdival, azt el kell mondjam, hogy csak nagykorú, illetve gyermek akkor jöhet, hogyha a szülő elkíséri. Beszélgetünk arról, hogy milyenek a körülmények, milyen kutyát szeretnének, illetve mi történt, ha volt már kutyájuk, hogy mi történt vele. Így 5-10 perc alatt nagyon sok mindent megtudunk a körülményeikről, az állattartási szokásaikról, és hogyha elképzeléssel érkeznek, akkor ugye megmutatjuk a kiválasztandó kutyust, kiengedjük, barátkozhatnak, elvihetik sétálni. Hogyha csak körül tudják írni az elképzelést, akkor mi meg tudunk mutatni abból a 230 kutyából általában 5-10-15-30 esetleges befutót, aki beválhat. Szia! Örökbefogadási szándékkal jöttetek ide? Szia, nem. Élelmiszert hoztunk az állatoknak, nem tudunk most örökbefogadni állatot. És mi a véleményetek az örökbefogadásról? Hát nagyon támogatjuk amúgy, csak mi nagyon keveset lennénk otthon velük, és azért nem szeretnénk egyelőre. Miben jobb ez, mint mondjuk, ha egy tenyésztőtől vennénk állatot? Tenyésztőtől, hát eleve, hogy ne szaporodjanak az állatok, mert így is nagyon sok gazdátlan állat van, és azt abszolút nem szeretnénk támogatni semmilyen formában. És így ugye hát, hogyha elvinnénk állatot, vagy aki elvisz innen, az két állatot támogat elvileg, mert ugye egy, aki kikerül, és egy, akit a helyére be tudnak fogadni. Ilyenkor, szilveszterkor mondjuk, szerinted mit lehetne csinálni egy állattal? Hát mindenféleképpen felügyelet alatt kellene tartani, bezárni olyan helyre, ahonnan nem tud kimenni, és hát lehetőleg olyan helyen, ahol kerülni tudjuk a zajokat, ugye petárdázásra gondolok. És a karácsonyi ajándék, mint állat? Abszolút nem értek egyet vele részemről, mert ugye amikor megkapják, akkor nagyon örülnek neki, hogy nagyon aranyos, meg főleg ugye kis állatokat szoktak, kölyök állatokat ajándékozni, aztán utána elmúlnak az ünnepek, elmegy mindenki dolgozni, és a szegény állat meg ott marad egyedül, rossz esetben kikötve. Legfontosabb kérdés, kutya vagy macska? Én abszolút összes állatpárti vagyok, úgyhogy kutya is, macska is. Mik a tapasztalatok, hogy milyen állatok jönnek, vagy esetleg mennek innen a menhelyről, menhelyre? Nagyon változatos. Ugye valaki kifejezetten kölyök kutyát akar, hogy majd ő megtanítja és magához szoktatja. Valaki meg kifejezetten felnőtt kutyát szeretne, hiszen már nem szeretne a kölyökkornak a hátrányaival foglalkozni, a cipőrágás, szobatisztaság és az ilyen jellegű problémák. Ugye a felnőtt kutyáink zöme az ivartalanított, a szukás, hogyha már felnőtt, akkor csak ivartalanítva adjuk örökbe. Ezt is nagyon szeretik az örökbefogadók, hogy erre sincsen már gondjuk. Milyen sors vár azokra, akik nem találnak gazdát? Hát azok az állatotthonunkban élnek. Van olyan kutya, aki már velünk van 6-8 éve. Pont tegnap adtunk örökbe egy olyan kutyust, aki 4 éve volt már a menhelyen. Ez egy nagyon pozitív példa, hogy egy kutyus nálunk nő föl, és közel 5 évesen kerül gazdihoz. Hát neki most egy teljesen új világ kezdődik, ugye soha nem élhette azt meg, hogy milyen egy gazdánál lenni. Az állatotthonban pedig olyan idős kutyákat szoktatunk egymáshoz, akik mondjuk a nagy csoportos kenneles tartásban esetleg veszélyben lennének, mert a mogorvaságuk, vagy pedig a gyengébb fizikumuk miatt így lemaradnának az etetésnél, illetve amikor a szeretetet osztogatjuk. Örökbe fogadni jöttetek? Nem, mi ez az állatotthon első karácsonyára hoztunk némi macska és kutya kaját. Nem sokára karácsony, meg szilveszter. Beszéltük azt, hogy ilyenkor nem fogadhatnak itt örökbe. Miért van ez? Mi nem szeretnénk, hogyha a kutya karácsonyi ajándék lenne. Ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy karácsonyra mi nem adunk örökbe kiskutyát. Felnőtt kutyát, hogyha már előtte volt természetesen egy megkeresés, akkor el lehet vinni, de hogy konkrétan az, hogy a gyerek hagy válasszon egy karácsonyi ajándékként kiskutyát, ezt mi nem szoktuk szeretni. A jó bizonyítványért lehet, hogyha vége a fél évnek lehet, de így konkrétan a kutya az nem karácsonyi ajándék, az legalább 10-15, néha 20 évre szól, ezt jobban meg kell gondolni. És mi a véleményed az örökbefogadásról?
Az örökbefogadás jó dolog, hogyha felelősséggel tesszük, csak ugye nagyon sokszor olvasni a képek mellett is, hogy valaki örökbefogadja a kutyát, majd utána meglepődik azon, hogy a kutya egyébként ugatni szokott. Ezt nem tudom, neki ez az oviban valószínűleg kimaradt, és ezek után visszahozza a kutyát. Na, az ilyenekkel töltetnék ki előre pszichológia teszteket. Valamint intelligencia és érzelmi intelligencia teszteket is. Szilveszter után sok állat szokott ide kerülni? Igen, sajnos igen, még mindig nem tanulnak a gazdák abból a sok balesetből, ami az elmúlt években történt. Nagyon sok kutyus szalad neki a világnak, és utána, ha csípje van, akkor visszakerül, de nagyon sok elgázolt kutya a csípleolvasás után már csak úgy tudjuk értesíteni a gazdákat, hogy már halva találtuk. Nagyon oda kéne erre figyelni, hogyha tudjuk, hogy a kutyánk megriad, hogyha hangos durranáson a környékén, akkor vagy csak kora délután vigyük sétáltatni. Amikor kezdődik az esti őrület, akkor már maradjunk a lakásba, illetve hogyha még ez sem elég, akkor lehet állatorvoshoz fordulni nyugtatóért, amit ha beadunk nekik, hajnalra távozik a szervezetéből, és úgy piheni át az egész éjszakát, hogy nem stresszel. Kutya vagy cica? Szerintem cica. Miért? Mert a cicákat jobban szeretem, mint a kutyusokat. Aranyosabbak, vagy kisebbek, meg ilyesmi? Meg hajlékonyabbak. És ez jobb? Igen. Szerinted karácsonyra mennyire jó ajándékot adni, mint kutya vagy macska? Hát itt megint csak ugye felmerül a felelősségvállalás, mert ugye odaadják. Körülbelül úgy ugyanaz egyébként, mint a húsvéti nyulakkal. Nagyon aranyos, amíg kicsi majd megnő, az hirtelen többet eszik, többet kakál. Hát ezt át kéne gondolni. Tehát ez körülbelül ugyanúgy szerintem, mint amikor gyereket fogadnak örökbe. Tehát azonos életfunkciók vannak. Átgondoltabban kellene, és ugye mivel a gyerek örökbefogadás is sokkal bonyolultabb általában, tehát nem azt mondom, hogy el kell riasztani az embereket, a kutya és a macska, vagy bármilyen kis állat örökbefogadását, ott csak hát szűrni kell. És a macskákkal mi a helyzet? Hát a macskák sokkal jobban viselik az ilyesmit, ő még ilyen nem volt. Ezen a területen, ahol most vagyunk, legalább egy olyan 80-90 macska keresi az örökbefogadóját. Őket például adnánk örökbe, akár még karácsonykor is, de ilyenkor nincs ugye kis cica, és mindenki ugye kis cicát szeretne. A felnőtt cicáink pedig attól függetlenül várják hát, hogyha valahol egy karácsonyi fa alatt tudnak majd szépen gömbölyögni. Kutya vagy macska? Nekünk mind a kettő volt, nekünk mindig volt 3-4 macskánk is, meg volt kutyánk is mindig, úgyhogy nálunk jöhetnek és barátkoztak egymással, voltak csirkéink is, sününk is volt, úgyhogy nálunk mindenféle állat jöhet. Hol lehet érdeklődni? Hát, hogyha valaki először csak meg szeretné nézni az állatainkat, akkor a zöldmeldék.hu weboldalon meg tudja nézni azokat a cicákat, kutyákat, akiket örökbefogadásra ajánlunk, illetve személyesen a rádióti telephelyen meg tudja nézni azt a közel 200 kutyust, illetve ahol most vagyunk a Kaméla utcában, itt egy 30-35 kutya vár, bár ők főleg idősebb állatok örökbefogadóra, illetve itt vannak a cicáink. Ön cica vagy kutyapárti? Kutyás vagyok, én nagy kutyás vagyok. Mik az érvei? Igen, a kérdés jó. Nagyon becsülöm a macskákba azt, hogy ahogy a világot ők látják, hogy egyenrangúvá vagy magasabb szintre helyezik önmagukat az embernél. A kutya ettől sokkal szolgalelkőbb, illetve sokkal jobban bele tud illeszkedni a mindennapokba. De a kutyáknál én például nagyon szerettem azokat a kutyákat, akik önállóak és saját döntéssel tudnak bírni. Nem, ebből a szempontból például nekem egy kiképzett német juhász nem annyira szimpatikus. Yippee-yi-yo, and everybody's having a ball. Ha-ha-ho, yippee-yi-yo, I tell the fellas stop the name calling. Yippee-yi-yo, and it